A baloldali pártok nem tudják elfogadni a többség véleményét. Így reagált egy elemző az m arra, hogy az ellenzék egyes tagjai kivonultak a parlamenti ülésteremből tegnap Orbán Viktor eskütételekor. Gyurcsány Ferenc tegnap törvénytelennek nevezte a több mint kétharmados felhatalmazással megválasztott új kormányt, majd kivonult. Egy másik elemző megerősítette azt, amit sokan hetek óta hangsúlyoznak, vagyis hogy a baloldali képviselők csak azért járnak be a parlamentbe, hogy felvegyék a fizetésüket. 133 igen szabad, 27 nem Kétharmados többséggel újra miniszterelnökké választotta Orbán Viktort az országgyűlés, aki így ötöt lett Magyarország kormányfője. A szavazás után Orbán Viktor esküdtett. Én, Orbán Viktor, fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Ezt azonban több baloldali politikus már nem várta meg. A párbeszédes Tordai Bence, Szabó Tímea és a párt frakciójában ülő Mellártamás valamint Jánbor András is látványosan kivonult már a szavazás után. Több ellenzéki politikus pedig már a szavazáson sem vett részt. Mi a megalakuló kormányt törvénytlennek tekintjük. Gyurcsány Ferenc napi rendelőtti felszólalásában törvénytelennek nevezte a kormányt. Az ilyen választáson nyugvó kormány a DK elnökét Kövér László igazította helyre. A házelnök azt mondta, Gyurcsány Ferencnek nincs erkölcsi alapja törvénytelennek minősíteni a törvényesen megválasztott kormányt. Ez volt az első és utolsó olyan felszólása az országgyűlésben, legalábbis, hogyha én vezetem az ülést, amikor Magyarország törvényesen megválasztott kormányát törvénytelennek meri nevezni. Kövér László szavai alatt a DK frakció kivonult az ülésteremből, ahová a szünet után a Jakab Péter vezette jobbik politikusai sem tértek vissza. Nem tudják elfogadni a többségnek a véleményét. Póca István az m azt mondta, a választás tisztességes volt, ezt többek között az Európai Unió és az EBES is megerősítette. Az elemző szerint a Gyurcsány Ferenc vezette baloldalnak, inkább önvizsgálatot kellene tartania. Kell nem a, a magyar demokráciák a rendszerét érdemes hibáztatni, és nem a szamazókat érdemes legfőképpen egyébként hibáztatni a választás eredményben, hanem sokkal szerencsésebb, de sokkal pont van négy évük, ez egy óriási lehetőség, ezt egy óriási lehetőségként kellene felfogni, hogy most akkor gyorsan meg kell nézni, hogy mit hibáztak a választás alatt, mit hibáztak a kampányban. Gyurcsány Ferenc pártja már a parlament alakuló ülésén is bolykottálta a munkát, a dékások akkor csak az eskütételre ültek be. Bejelentem, hogy az országgyűlés megalakult. Az országgyűlés megalakulása után Gyurcsány Ferenc vezetésével a DK-sokat követve a Momentum és a Párbeszéd egyes képviselői is távoztak a teremből. Majd miután arról cikkezett a sajtó, hogy nem jár a képviselői fizetés azoknak, akik nem teszik le az esküt, a Momentum mind a tíz képviselője bement az alakulóülésre és esküdtett nem kapok uh, semmilyen fizetést, addig uh, 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 nyilvánvalóan nincsen uh, 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 benzinpénz. Nemrég pedig Hatánzi Ákos jelezte, hogy bár nem fog bejárni a parlamentbe, de a juttatások miatt azért szeretne esküdt tenni. Hat párti együttműködés, hat külön kispártra zuhant szét. Szétesett a hat párti összefogás, erről a 21. század intézet vezető elemzője beszélt a kosút Rádióban. Nagy Ervin szerint ezzel is magyarázható, hogy az ellenzéki pártok a parlamenti munkáról is másként gondolkodnak. A választópolgár joggal érezheti úgy, hogy hát én a Momentumot, hogyha rászavaztam, akkor azért küldtem a parlamentbe, hogy dolgozzon, hogy az én érdekeimet, az én gondolataimat képviselje. A szivárvány koalíció parlamentbe bejutott tagjainak minden cselekedete a pénz körül forog. Ezt az MSP volt alelnöke Szanyi Tibor mondta az országgyűlés megalakulása után a magyar nemzetnek. Szerinte a baloldal azért trükközik a képviselőkkel, hogy minél több frakcióval jusson, minél több állami támogatáshoz.